Szeretettel köszöntöm tisztelt nézőinket a Lólépésben, Sakkmagazinban. Gunyát Zoltán műsorvezető vagyok, és végre mellettem ül ismét Varga Péter, örökös műsorvezető társam, szakértő nagymesterünk a sakkszakmában. Üdvözlök! Itt van az ősz, itt van újra, írt a Petőfi Sándor nagybányai emlékei nyomán. Ez a sakkozó számára azt jelenti, hogy elindulnak az NB, a Nemzeti Csapatbajnokságnak a küzdelmei. Immár három csapata van Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének a Nemzeti Csapatbajnokság második osztályában, ebből kettő nyíregyházi csapat. Mint minden évben mondjuk tisztelt nézőinknek, egy vidéki csapata van a megyének, a Tiszavasvári Ese, örökös stabil középcsapat, és a nyíregyházi sportcentrum erős csapata mellett újra az NB2-ben van a Volt Piremon, amelyik immár a Nyíregyházi Egyetem sakkcsapataként szerepel, jutott be az NB2 küzdelmeibe. Szeptember végén, hogy stílusosak legyünk Petőfire hajazva, szeptember végén történt az első forduló az NB2-ben. A Tiszavasvári csapata káprázatosan szép sikert ért el, Kazincz Barcikával mérkőzött meg, és nagyon szép arányú, 7,5-4,5 arányú győzelmet aratott. A barcikai csapat elől erősebb volt, mint a Tiszavasvári csapat, hátul kissé gyengébb. Az talán mondjuk úgy kiegyensúlyozott küzdelem volt várható, ennek ellenére a Tiszavasvári csapata rendkívül jó színvonalas játékkal tudta begyűjteni a csapatgyőzelmet. A csapatgyőzelem azért fontos, mert az NB2-ben ebben az évben is a csapatgyőzelem számít, nem pedig az, hogy hány szerzett táblapontot kasszíroz a csapat. Tehát egy 6,5-5,5 arányú siker a csapatpontszám szempontjából ugyanannyit jelent, mint a 12-0. A táblapontszám, tehát a 12-0 vagy a 6,5-5,5 csupán akkor számít, hogyha holt verseny van a csapatok között. Ezért a Tiszavasvári sikere nagyon fontos volt az NB2-ben, illetve a Tiszavasvári szempontjából. Nagyszerűen mutatkozott be az újoncunk, a régi újonc csapat, a Nyíregyházi Egyetem az NB2-ben, az elég erős Edelény csapattal mérkőzött meg, a kiváló hely valószínűleg tuningolta, erősítette a nyíregyházi sakkozókat, ugyanis gyönyörű 6-6 arányú döntetlent vívtak az edelényi csapattal, amelyik elég erős csapat. Nagy várakozásnak néztünk elébe a nyíregyházi sportcentrum, illetve a Hajdúböszörmény találkozóján. Az NB2-ben tavaly, illetve 2018 tavaszán ezüstéremmel zárta a bajnokságot a Hajdúböszörmény csapata. Mivel a bajnok DVTK feljutott egy szinttel magasabbra, ezért azt lehetne mondani, hogy talán a Hajdúböszörmény a legerősebb csapat az NB2-ben, ez nem pontosan így van, hiszen egyel fentebbi osztályból Miskolc kiesett az NB1-be, az azonban bizonyos, hogy Hajdúböszörmény az egyik legerősebb csapat az NB2-ben, a tavalyi bajnokkal is 6-6-ot játszott a 2017-18-as bajnoki szezonban. A nyíregyházi sportcentrum nagyon felkészült a mérkőzésre, ugyanis az első fordulóban kiszerette volna ütni, leszerette volna győzni Hajdúböszörményt, ezért elég erős csapattal álltunk ki. Az ellenfél csapatkapitánya elmondta nekem, én voltam a nyíregyházi sportcentrum kapitánya, hogy nyíregyházi sikert vártak. Ennek ellenére ez nem így történt. Több parti megfordult, több partit úgy vesztettek el a nyíregyháziak, hogy nyerni kellett volna, vagy döntetlen lett volna az esetleg reálisabb végeredmény. Végül 7-5-re kikapott a nyíregyházi sportcentrum a Hajdúböszörménytől, ezzel kisebb lépés hátrányba került a nyíregyházi sportcentrum a bajnoki címért vívott küzdelemben. De nem csak az NB2-ben voltak küzdelmek, hanem sokkal magasabb szinten, világszinten is egy óriási világverseny volt, mégpedig páros évben vagyunk, sakkolimpiára került sor. A sakkolimpiára Grúziában, Batumiban
került sor, ott rendezték meg. A férfiak úgy tudom mérsékelten szerepeltek, 18. helyen végeztek, néhány hellyel hátrébb csúsztak az előzetes várakozásokhoz képest. A nők viszont fantasztikus sikert értek el, különösen az első táblásunk. Itt most szeretnélek megkérdezni, Péter, te sokkal jobban ismered a magyar válogatottat, mind a férfi válogatottat, mind a női válogatottat jobban ismered tőlem. Mit tudsz a küzdelmekről, hogy sikerült az olimpia Magyarországnak? Én azt mondanám, hogy a nők fantasztikusan szerepeltek, talán a maximumot, sőt, talán úgy fogalmazok, hogy maximumot kihozták, ami benne volt a versenyükben. Ezzel az ötödik helyjel én úgy gondolom, hogy mindenki elvárásait sikerült teljesíteniük. Ez nagyon-nagyon kellett, hogy ahogy említetted az első táblán, Hoang Chang, aki ugye kiváló teljesítményt ért el, 10-ből 8,5 pontot szerezve. Tehát ő teljesítménye nagy mértékben járult hozzá, főleg ennél a csapat győzelemnél, hogy ugye ilyen sok győzelmet arasson a magyar női válogatott. Én úgy gondolom, a többiek is megtették azt, amit kellett, ők is magukhoz képest nagyon jól szerepeltek, úgyhogy innentől kezdve ez a, ugye az open, tehát a nyílt versenyeknek a jellemzője, hogy ugye az első négyen nem tudtunk játszani, de a többi csapattal ott hátrébb sikerült megmérkőznünk, és az utolsó fordulóban egy nagyon jó párosítást kaptunk a szlovénokkal szemben, akiket 3,5-félre sikerült megverni. De több esélyünk volt, ugye a harmadik helyezett Amerika ellen döntetlenre álltunk, sajnos kicsi probléma közbecsúszott, azt a mérkőzést elveszítettük, de onnantól kezdve tehát szárnyaltak a lányok, meg hát ugye az előtt is, tehát kifejezetten jól játszottak, sok pontot gyűjtöttek, tehát mindenképp nagyon nagy dicséretet érdemelnek. Ugye a fiúkra visszatérve én azt mondom, hogy ugye 12. kiemeltek voltak a fiúk, ők 18-ak lettek, igazából a rangadókat elvesztették, meg volt az esélyük arra, hogy nyerjenek ezen a rangadókon, ugye a franciák ellen nagyon jó sanszunk volt, plusz az izraeliek ellen is gyakorlatilag nyerés szalasztottunk el, és a megfordult partik ugye azt eredményezték, hogy nem nyertünk, hanem vesztettünk, tehát ilyen négy táblánál ugye egy megfordult parti gyakorlatilag azt eredményezi, hogy a nyerés helyett vesztés következik. Tehát éljátékosaink küzdöttek, és a nyerés közelébe jutottak Franciaország és Izrael ellen is, ezen csapatok magasabban jegyzettek a magyar válogatottnál, küzdöttek a fiúk nagyon, sajnos megfordult parti miatt veszítették el a találkozót. Igen, igen, és akkor a végén ugye kellett két győzelmet hozni, azt hozták a kötelezőt, és én azt mondom, hogy most lehet sok mindent mondani, annyira felgyorsult a sakkozás, hogy bárhol lehet manapság végezni. Nagyon megerősödött a mezőny mind a férfiaknál, mind a nőknél. Bármilyen kisebb nemzet erős csapata, egységes csapattal ott tud lenni, mint például az osztrákok, akik jóval gyengébbek, mint a mieink, tehát szerintem közelünkben nem érnek, és mégis meg tudtak előzni. Egyébként sok mindennek köszönhető, én úgy gondolom, hogy van egy ilyen párosítási szisztéma, ami iszonyatos kedvezőtlen az erős csapatoknak. Legelején nem annyira, de ott, aki ugye visszatúr akar kerülni az élmezőnybe, aki egyet-egyet veszít, ott ilyen nagyon össze-vissza párosít, tehát nem úgy párosítanak, megfelezik a mezőnyt, és akkor valahogy úgy rakják össze, tehát az erősebb a gyengébbekkel, hanem valamikor két azonos erősségű csapat játszik egymással, ami gyakorlatilag egy időversenyen elképzelhetetlen. Csapatversenyen ez a szisztéma, ez valami elég rosszul jön ki, főként az ilyen erősebb csapatoknak. Tehát mi, amikor játszhattunk volna sokkal gyengébbekkel, megkaptuk a franciákat, megkaptuk az izraelieket, akik hasonló játékerő, vagy kicsit erősebbek. Hát a franciák azt hiszem minden táblán magasabb értékszámú játékost állítottak. Igen, igen, ők jók.
voltak, az izraeliek talán egyen mögöttünk voltak rangsorolva, de az már tudjuk, jelent. Hogy az ex-szovjet sakkozók. Igen. Egyébként, ha jól emlékszem, Franciaország még egy pár évtizede, még Portiség idejében mindig könnyű zsákmány volt a magyar válogatottnak, alig voltak valamire való nagymestereik, addig, amíg Boris Paszki ex-világbajnok oda nem települt Josif Dorfman szovjet bajnokkal Franciaországba, de ilyen volt Lengyelország is. Lengyelországot is mindig könnyedén letarolták legalább 3-1-re Portiség, és azóta a lengyel sakkozás odáig fejlődött, hogy az első helyen kiemelt amerikaiakat meg tudták verni. Hát a lengyeleknél igen, nagyon nagy mértékben indultak el az ifjúsági sakvonalon, és óriási pénzt investálnak a sakba. Igen, nagyon-nagyon nagy cégeket találtak meg, akik fantáziát látnak a saknak a támogatásában, és ugye annak a fejlesztésében, és a korcsoportos világversenyeken ugye látjuk, hogy mindig szereznek érmet, nagyon erősek, de az első táblásuk is egy évvel idősebb, mint a mi egyik legfiatalabb játékosunk Ledura Benjamin, aki óriási tehetség, és ott már az első táblán játszott, és kifejezetten jól játszott, maga mögé utasította talán a legjobb lengyel játékost. Vojtaszeket, és ugye végig ott játszottak az élmezőnyben, mindenkivel játszottak, a végén egy vereség miatt lecsúsztak a dobogóról, és negyedik helyen végeztek, ami óriási siker számukra. Eddig mindig hátrébb végeztek, meg mindig mögöttünk végeztek, nekik ez hatalmas, de ugyanúgy az iráni válogatott is, akik szinte csak ifjúsági sakkozókból, vagy juniorkorú sakkozókból álltak, és ott is egy 10-12 éve indultak el, és már 16 évesek olimpiáját nyertek az oroszok előtt, tehát a nagyon nagy nemzetek előtt, India előtt, nagyon erős nemzet az iráni, ami ugye elég meglepő, hogy Iránba menjen, de az ifjúsági sakvonalnak a fejlesztésére óriási pénzeket investálnak ők is be, és itt ezt az eredményt ugye ők is látják ők, tehát ők is ott végeztek velünk, azt hiszem talán 17-ek lettek, vagy 19-ek pontosan, tehát, és mondom, mind juniorkorú játékos, hogy még volt talán 16-17 éves játékosuk is a csapatban. Én úgy gondolom, hogy egy fantasztikus teljesítmény az, hogy ezt így felmerik vállalni, és ilyen fiatalokkal kimenni, és még jól is szerepelnek nagyon. Annak idején a máltai olimpián Kasparov is 17 éves volt, amikor bemutatkozott a szovjet válogatottban, és a későbbi világbajnok Kasparov legyőzője is Kramnyik 16 évesen egyszerű fidemesterként került be a szuper orosz válogatottba, pedig ugye Oroszországban azért jóval több mint 100 nagymester praktizál, de hát Kramnyik kiúró tehetségét egyszerű mesteri cím ellenére már akkor látták. Azt kell még egy picit hozzáfűznöm, ugye, tehát fiatalon is kijönnek ezek a tehetségek, de tehát azért a csapategység most nagyon sokat számít, hogy a pszichés felkészítés óriási dolgot jelent egy csapatnál, hogy bírják ezt a 11 fordulót, és ugye a végét is nagyon-nagyon jól bírják. Csak egy példát mondok, ugye az azerbajdzsáni csapat az egyik legerősebb csapat, akik éremért harcoltak ők is végig. Ott azt hiszem a 8-tól 10. fordulóig vesztettek 3 mérkőzést, addig pedig azt hiszem még vezették is a mezőnyt, tehát előtte. Lengyelekkel döntetleneztek, és utána 3-at éppen elvesztettek, és gyakorlatilag nem bírták a végét, és ahelyett mondjuk érmesek lettek, ma a 15. helyen végeztek. Tehát, és ott is óriási pénzeket investálnak be. Azt hiszem, hogy talán most második vagy harmadik kiemeltek voltak, vagy talán negyedik, mindegy, nagyon erős csapattal rendelkeztek, és nekik se sikerült ugye egy-egy vereséggel itt a végén. Visszatérve a női válogatottra, azt azért jegyezzük meg, hogy Hoang Chang vietnámi származású, de Magyarországon él ugye kislánykora óta, férfi nagymesteri címmel rendelkezik.
A csapat többi tagjai volt régi kipróbált nemzetközi mesterek, illetve debütált Terbe Julcsi az olimpiai csapatban, és nem is olyan eredménytelenül. Julcsi pedig ugye hányszor megfordult már Szabolcs megyével is itt sakkozgatott. Igen, neki első válogatottsága volt, első olimpiáján szerepelt, és kifejezetten jó teljesítménnyel segítette a csapatot. Úgyhogy még meg kell említeni, ugye, hogy visszatért a csapatba Lakos Nikoletta, aki ugye Szombathelyen élt, és egy időre szögre akasztotta ugye a sakkcipőjét, de most visszatért, és szerencsére ő is tudta segíteni a csapatot. És ugye a két garalány, még arra Anita és Tícia alkotta a csapatot Csang mellett, Csang kisasszony mellett, aki már nagyon régóta él Magyarországon, és ugye nagyon régóta magyarnak számít, nagyon nagy erőssége válogatottunknak. Az olimpián a második legjobb teljesítményt érte el, ami azt jelenti, hogy az első táblán ugye végigjátszva hihetetlen teljesítmény, és legyőzte az indiai világbajnoki döntőt játszó Koneru Hampit is. Igen, őt is meg legyőzte, és hát magára beszél a 10-ből 8,5 pont. Egy ilyen vezérevezőssel könnyebb dolga volt a lányoknak a fényes ötödik helyezésre elérésében. Sakkozzunk, Péter, akkor milyen partit mutatsz be mi nekünk most? Az MB2-ből szeretnék bemutatni egy nagyon látványos partit. A Vacséja játszotta a Böszörményeki ifjú reménysége ellen Tóth Tamás ellen. Végig jobban állt Vacséja, és amikor ott megbojdult az állás, ilyen nagyon nagy taktikai útra terelődött, akkor ugye ott több hiba is előfordult, de ez mind időzavarban történt, tehát de kifejezetten látványos jó partit fogunk látni. Világosan játszott a sportcentrumnak a játékosa, Vacséi Andi, és sötéttel volt Tóth Tamás. Ugye D4-gyel kezdett a vezérgyaloggal Vacséja, D5-tel folytatta, amire C4-gyel ugye a centrumot támadta Világos, E6-tal ugye a vezércsel legalapvetőbb állásába jutottunk, huszár F3-mal folytatta Világos, huszár F6-tal sötét, ugye a fejlődést, és G3-mal ugye a katalán változatba evesztünk át. Ez nagyon-nagyon népszerű most, a legszuperebb nagymesterek is játsszák ezt az állást, ebben van talán a legtöbb élet taktikailag, mint pedig a kiaknázatlan változatok irányában. D-üti C4-gyel sötét leütötte ezt a gyalogot, futó G2-vel fejlődött Világos, amire C6 érkezett. Ez talán nem a legerősebb folytatás, itt több lépés is van. A futó B4-sakkot játsszák sokan, huszár C6 is van, C5 is van, tehát sok lehetőség van. C6 ez egy picit talán ilyen zártabb állást eredményez. Huszár E5-tel ugye azonnal visszanyerte a C4 gyalogot Világos. Huszár B-ről D7-tel fejlődött sötét, huszár üti C4, következett huszár B6, és erre huszár üti B6-tal Világos ezt leütött, amire vezér üti B6 következett. Szerintem a üti B6 is kifejezetten jó lépés lett volna, ugye arra azt szoktuk mondani, hogy az albástya azonnal játékba jön, tehát ugye játékba avatkozik, mert megnyílik előtte a vonal, és azonnal egy félig nyílt alvonalon játszhat, úgyhogy még egyet sem lépett az albástya. Elsáncolt fehér, amire futó E7-tel fejlődött fekete, huszár A3 következett, ugye ez azért jó lépés, mert C4 felé igyekszik az a huszár. Ha ezt a futóval leütné, akkor visszaütne ugye B gyaloggal, és nyílne a futópárnak az állás, és nagyon aktív szerepet kapna a két futó. Nem kell félni a kettős gyalogtól Világosnak. Attól nem kell félni, meg úgyis A4, A5, A6-tal ott szeretné ott megbontani, meg BC vonalon nagyon nagy játékot kapna a két bástya. Kinyílne a B vonal is, és a C8 futója sötétnek kisé passzívnak tűnik. Igen. Ezért sötét elsáncolt, mire huszár C4-gyel hozta a lovát. Világos, arra vezér A6 következett, amire vezér B3-mal neki fejlődött. Megvédte a lovát Világos, bástya D8 következett, ugye megtámadta a D4 gyalogot, amire bástya D1 érkezett.
Ugye most nem nagyon van jó helye annak a futónak, úgyhogy B5-tel, B7-en keresztül szerettem volna a C8 futóját fejleszteni. Tamás huszár E5-tel ugye aktív centrumba igyekezett ez a huszár, futó B7-tel megvédte a C6-gyalogot, futó E3-mal ez utolsó tisztjét is kifejlesztette világos, és ugye C1-re érkezik az A1 bástya a következő lépésben. Huszár D5 következett. Én valószínűleg bástya C1-et léptem volna, fejelni még A3-at. Ilyen biztonsági lépést tett világos, tehát A3 következett, bástya A C8-ra, pedig bástya A C1-gyel. Ugye félig nyílt vonalra helyezte ezt a bástyát. Világos, vezér B6-tal ugye jobb helyre érkezett ez a vezér. Vezér D3 következett. Ugye itt most egy picit átrakja a királyszány felé a tisztjeit világos. Ugye A5 jött. Ugye ez azért van, hogy esetleg egy kicsit leszorítsa. Futó E4 érkezett, amivel ugye gyengítést hoz létre fekete haderőben. G6-tal ugye megvédte a gyalogját, amire futó H6 érkezett, és F5 után pedig ugye futó G2-vel visszament. Itt érdekes terv lett volna, hogyha leüti a D5-öt, és C üti D-re pedig vezér E3-mal, ugye ki akarja szedni a sötét mezőkön mozgó futót, és egy jó huszáros futó tipikus állást találhattunk volna, de azért ilyen G2 futót nem szívesen ad ki az ember. A4 következett, ugye lezárta a vezérszárnyat, és G4 következett világossal. Itt E4 talán jobb lépés lett volna azonnal. Úgyhogy, de G4 is nagyon érdekes, ugye azonnal bontja világos király előtti gyalogokat. Tehát itt, ha jól látom, azért sötét már inkább csak védekezik és tartani igyekszik az állás döntetlenért küzd. Ez igaz. Olyan hát kezdeményezése van világosnak. Azt kell látni, ugye, hogyha ránézünk a tisztek helyzetére, hogy sokkal, de sokkal aktívabbak a világos tisztek. Ugye E5 huszár, H6 futó, a G2 futó is nagyon szépen nézott a nagy átlón. Ugye a B7 futó még el van bújtatva ott a C6 gyalog mögé, ugye E7-en. A D5 huszára szépen tartja ott a centrumot. És ugye a B6 vezér is igazából inkább rosszabbul áll, mint a D3. Tehát itt valószínűleg, hogy E4 és leütni az F5-öt, az lett volna a legerősebb lépés, és megbontani ott azt a királyszárnyat. Ez se volt rossz lépés, futó F6 következett, ugye hozza tisztjét védelembe, G üti F5 következett, amire E üti F5, és jött vezér G3. Ami nagyon jó lépés volt, ugye átdobta a vezért a királyszájnra, és most például huszár üti G6-tal fenyegetne azonnal, és ott vezér üti G6 után ugye az F6 futóra rájátszani a bástya D3, bástya H3 terv, tehát nagyon-nagyon erős. Harmadik soron felvonulni az már mattámadást is eredményezne. Úgyhogy itt vezér C7-tel visszahozta, ez azért jó, mert a hetes soron ugye védekezik ez a vezér, és ugye huszár G6-ra, G3-ra tudnak közbejutni. És itt most H4-gyel ugye egy újabb lépést tett világos, hogy H5-tel ugye belekössön a király állásba. Itt valószínűleg E4 lett volna a legjobb lépés, ugye, hogy azonnal rányissa az állást, és huszár E7-re pedig futó F4 lett volna a legerősebb, ott fehér egyértelműen jobban állt volna, és az kellett volna. Itt erre vezér E7 következett, ugye, amire H5-tel megtámadta fehér a gyalogot, de G5-tel ugye tovább tudta tolni sötét. Na, itt most hibázott világos, bármilyen furcsa, az E4, ami következett, az egy rossz lépés lett volna, itt futóüti G5-öt kellett volna lépni, és futóüti G5-re leütni a D5-öt megint ugye a G2 futóval, amit visszaüt bástyával és F4-gyel, ugye a kötés a G5 futó, ami meg van kötve, azt lekötni, és az lett volna a legjobb, az egy pici előnyt eredményezett volna világosnak. És következett E4, ami viszont nagyon nagy hiba volt, mert E4-re ez a huszár F4-je hirtelen nagyon-nagyon támadó helyzetbe került ez a figurája, és most hirtelen fekete itt szinte nyerésre áll. Tehát bármilyen furcsa. Következett bástya E1, ugye kivédte huszár E2 sakkvezért, megvédte az E4 gyalogot, és itt ugye időzavarban rosszul döntött fekete, itt bástya üti D4 jött, ha C5-öt lépte volna, akkor gyakorlatilag jobban állt volna fekete. Ugye nagyon érdekes, mert C5-re a B7 futó megnyílik,
és gyakorlatilag ugye Huszár üti G2, Futtu üti E4-jel teljesen szétszedhette volna a világos állást. Így gyakorlatilag Futtu F1 lett volna az egyetlen C5-re, és Futtu üti E4-je egyértelműen fekete jobban állt volna. Ezeket kell itt meg, ugye erre szokták azt mondani foci nyelven, hogy ugye fekete eddig védekezett, de aztán ellentámadásba lendült, ugye lekontrázta az ellenfelet, C5-te jobban állt volna, nem találta meg sötét. Másrészt D4 után pedig ugye egyenlő az állás, elüti F5, az nagyon jó lépés volt, Futtu üti E5, jó lépés volt, amire Futtu üti G5 következett, és itt hibázott, sötét, nagyon nagyot, tehát gyakorlatilag itt lépte a kérdőjeles lépést, itt Huszár D3, az egyenlő állást eredményezett volna. Tehát ugye ez a úgynevezett közbeiktatás lett volna Huszár D3-mal, ugye az ellenfélnek, vagyis a világos vezérét az E5 futó megtámadta volna, és ugye a futó üti E7-et a futó üti G3-mal megtartotta volna egyenlőre ezt az állást sötét. Ezért ugye, de hát időzavarot nem találta meg, vezér G7 jött, ami ugye azonnal vesztett, erre Bástya üti E5, ez gyakorlatilag szétszette a fekete haderőt, ugye nem lehet vezérrel visszaütni, mert arra futó F6 ugye vezért nyerne, vagy akár futó üti F4 is jó lépés lenne, tehát ott már minden lépés nyerne. Huszár üti H5-tel ugye közbeiktatott fekete, de erre meg F6 szintén egy közbeiktatással, ugye a vezéremet leütik, akkor én is leütöm az ő vezérét, vezér G6 érkezett, amire vezér H3, Bástya F8, és ugye itt vezér E6 sakkal, ugye ezt kell látni, hogy gyakorlatilag a fekete király irtózatosan gyenge helyzetbe került, amit nagyon szépen támadott meg világos. Király H8 következett, vezér E7, Bástya D8, és ugye vezér üti B7-tel, Tisztfort megszerezte világos, H6 következett, amire futó E4, vezér G8, király H2, ugye H üti G5, Bástya E7, ugye Bástya H7, vezér B3 következett, Bástya H7 sakk, király G8, és Bástya H8-al, ugye ráterelés a matra. Igen, vezér H7 mat láttán sötét feladta az állást. Tehát gyönyörű, szép taktikai parti volt, persze ugye voltak benne hibák, de nagyon taktikus, jó és látványos partit láthattunk. Tisztelt nézőink, sajnos elfogyott a műsoridőnk. Köszönöm, hogy megtiszteltek a figyelmükkel, viszontlátásra! Viszontlátásra!